Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. 8-at már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni, kedves barátaim. Nem is tudom, milyen nap van? Kedd este van. Kedd este van, egy különleges időszak a zsidó kalendáriumban. Itt van már Regina, itt van György. Jó estét kívánok, gyűlik a kemény mag. Szép estét kívánok, itt van Ács Tomi is, aki Szilágyi Tomi, Ács Tomi, Kati. Jó estét kívánok Györgynek, Dávidnak, Errőnek, Tímeának, gyülekezik tényleg a kemény nap, kemény mag. Ugye különleges nap ez a, vagy különleges napokat élünk, ugye ez a jó estét kívánok Marián Zsoltinak, Ádámnak, természetesen remélem Zsolti, már régen láttalak, remélem, hogy az egész család jól van. Itt van Regina is. Szóval különleges nap ez a mai, mert, vagy ez a mostani időszak, mert ugye Rosh Hashanah, a zsidó újév és Jom Kippur közötti időszakotban vagyunk, ez a úgynevezett 10 bűnbánó nap. Ugye, tehát az az időszak, ami Rosh Hashanától egészen Jom Kippurig tart, beleértve ezeket az ünnepeket is. Ugye Rosh Hashanah az Tisré elseje, Jom Kippur az Tisré tizedike, tehát ez a 10 nap, ez a 10 bűnbánó nap ilyenkor különösen, ez különösen alkalmas idő arra, hogy megbánjuk a bűneinket, és a Teremtővel egy még szorosabb viszonyt alakítsunk ki. Nyitva vannak az égi kapuk, az imáinknak, a könyörgéseinknek, a bűnbánatunknak, a szerelmi vallomásunknak, ha úgy tetszik. Nyitva vannak az ég kapuj, úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy ezt az időt használjuk ki, és erre nem is lehet jobb alkalom, mint ez az esti tanulás. Itt van velünk Györfi Laci, jó estét kívánok Kósa Laci barátomnak, itt van Anna, Csilla, Hanna, Villő, akit most már van szerencsém személyesen is ismerni, Ödön, és itt van Henny is, Roland, jó estét kívánok mindenkinek, most már majdnem több mint 90-en vagyunk, úgyhogy ideje elkezdeni. Kraftov, neked is, kedves Lacikám, az izgalomban mellé nyúltál, de jó estét kívánok neked is, természetesen Ágnesnek, Sándornak, Istvánnak, és így tovább. Oké. Érkezett egy kérdés, ez kommentben érkezett, de véletlenül olvastam, úgyhogy szerintem érdemes vele foglalkozni. Azt szeretném megkérdezni, kérdezi a kérdező, hogyha Ádámot Isten pénteken teremtette, aki néhány órával később mély álomba zuhant, ugye ma írtam egy blogbejegyzést arról, hogy Ádám, ugye az első ember ugye pénteken teremtetett, méghozzá a nap közepén, a nap hatodik órájában, a napos órák hatodikjában, azaz délben teremtetett Ádám, és utána néhány órával később, ugye a délután hatkor már kint találta magát az édenkertben. És azt kérdezik, kedves kérdező, hogy néhány órával később azt írtam, hogy Ádámot Isten pénteken teremtette, és néhány órával később az mély álomba zuhant, ekkor választotta belőle külön Évát, hogy az emberpár így legyen képes gyermekeket nemzeni és benépesíteni a földet. Hogy fért bele ebbe a történetbe Lilit? Ugye a kedves kérdező arról kérdez, amiről írtam is a blogomban, előttem is van a cikk, azt írtam, a misztikus démon Lilit minden gonoszság megtestesítője. Ugye a rabbinikus hagyományban, a Talmud több helyen beszél erről, hogy Éva tulajdonképpen Ádámnak nem az első felesége volt, hanem a második felesége, és a hagyomány szerint volt, jó estét kívánok Erzsinek, Lacinak, itt van Ács Laci barátom, Nagy Lacinak, Andrásnak, Sollem Leichem, neked is, itt van Jenő barátom, Kata, Erika, és így tovább. A zsidó hagyomány szerint Ádámnak a második felesége volt Éva, és volt egy felesége, akit úgy hívtak, hogy Lilit, és ez aztán később, ez a démon, ez a démoni lény, ez később a sátánnak is a felesége lett, és az mindenféle gonoszságnak és sötét erőknek az úrnője. A bejegyzésemnek a címe, amit ajánlok mindenkinek a figyelmébe, a misztikus démon Lilit, minden gonoszság megtestesítő. Ha Google-ba beírjátok azt, hogy Lilit, és azt, hogy Lekvár és Jem, akkor meg fogjátok találni az írást. És itt valóban azt írtam, hogy péntek délután, tehát Ádámnak lett egy felesége, aki a Lilit volt, és ez a házasság ez nem működött megfelelő módon, és néhány órával később Ádám megteremtette Évát. Azt kérdezi a kérdező, hogy volt ilyen rövid idő erre? Hogy volt elég ilyen rövid idő mindenre? Ugye arról beszél a Midrás, hogy az egész történet, amit olvasunk az Édenkertben, onnantól kezdve, hogy Isten megteremti Ádámot, egészen odáig, hogy az emberpár bűnbe esik és kiüzettetik az Édenkertből, ez mind néhány óra leforgása alatt, történik. Néhányról leforgása történik, és a napos órák 9-ében, délután este 6 körül már mindenki kint találja magát az édenkertből. Hogy volt ilyen rövid idő erre képes? Ugye
Hát ez mindenkinek a fantáziájára bízom egyébként, hogy volt erre ilyen rövid idő elégséges. Mindenkinek a fantáziájára bízom, annyit azért kell tudni, hogy a hagyomány szerint a Lilit, Ádámnak az első felesége, akit nőként Isten mellé adott, ez nem volt különálló teremtmény. Köszönöm szépen, Ács Laci be is kopizta ide. Köszönöm szépen a linket, remélem, hogy sokan fel fogják olvasni. Köszi, Laci, hogy mindig ilyen gyorsan reagálsz. Irigyellek, hogy ilyen gyorsan tudod használni a számítógépet, azt hiszem, igen, ennél én sokkal vénább vagyok. Szóval, hogy volt erre ide, ezt mindenkinek a saját fantáziájára bízom, de ez a démoni nő, ez a Lilit, ez nem volt tulajdonképpen egy külön teremtmény, hiszen az első ember, amit Ádám teremtett, az egy hibrid lény volt, egy kétnemű lény. Úgy írja a Tóra, Zaharu neke vábara otam. Nőnek és férfinek és nőnek teremtette őket. Többes számba írja a Tóra. Tehát ez az első teremtmény, ez egy hibrid lény volt, aki rendelkezett női nemi jegyekkel, és férfi nemi jegyekkel. A Talmudban erre vita van, hogy ez hogyan nézett ki, vagy hogyan nézett ki pontosan a dolog. Azt kérdezi Gábor, hogy az idő akkor nem a mai mértéket mérettetett. Még akkor is belefér ez a fantáziánkba, kedves Gábor, hogyha az idő a mai mértékkel mérettetett. Még egyszer, az első, tehát ez a hibrid lény, vita van a Talmudban, hogy ez a hibrid lény, ez hogy nézett ki, ez a két nemű lény, és az egyik vélemény szerint az embernek az eleje az férfi volt, a háta pedig nő, tehát hogy egy két arcú lény volt, vagy két irányú lény volt, az eleje férfi volt, a háta pedig nő. Egy másik vélemény szerint pedig az első embernek volt egy farka, hátul egy farka, mint egy oroszlánnak, és ebből a farokból lett teremtve a nő, ez a farok lett kimozdítva az emberből. Ez egy másik vélemény a Talmudban. Márton azt írja, hogy Lady Boy, ezt a vicces megjegyzést, ezt most tegyük zárójelbe. Most persze mindenki tudja, hogy léteznek, van a biológiában egy olyan kategória, amit úgy nem, hogy hermafrodita, de Ádám nem hermafrodita volt. Hermafrodita az ember, aki rendelkezik hím és női külső nemi szervvel, de Ádám nem hermafrodita volt. Ádám egy hibrid lény volt. Egy hibrid lény, aki rendelkezett X és Y kromoszómával is. Majd ezután Isten kivette a nőt a férfiből, és a nő csak X kromoszómával rendelkezik. A nő csak X kromoszómával rendelkezik, ugye? Ezt tudjuk a biológiából. Semmi baj, Mártonnak írtad, de semmi baj, ezeket mindig jót mulatok. Mert volt egy rabbim Amerikában, aki azt mondta, és nekem nagyon tetszett ez a mondás, ő azt mondta, hogy a zsidóságot mindig nagyon komolyan kell venni, de magadat ne vedd soha se komolyan. Magad ne vedd komolyan, a zsidóságot vedd komolyan. Úgyhogy megpróbálok ezt szerint élni, magamat igyekszem nem túl komolyan venni. Szóval ez a későbbi démon, ez a Lilit, Ádám első felesége, ez nem volt tulajdonképpen egy különálló fizikai teremtmény, úgy, mint Éva. Az első különálló fizikai teremtmény az Éva volt, akit Isten kivett Ádámból. A Lilit az egy démon volt, annak nem volt fizikai megjelenése. hanem egy spirituális teremtmény volt, és még most is egy spirituális teremtmény, ahogy ebben írtam, mondom még egyszer, itt az Ács Laci által bekopizott blogbejegyzésben. Sokat lehetne beszélni a démonokról, a Talmud beszél a démonokról, nagyon sokat írtam több blogbejegyzést a démonokról, főként azért, mert ez egy ilyen izgalmas téma, mindenki nagyon szereti az ilyen misztikus témákat, szellemek és démonok és gonosztevők. A Talmud ezeket a lényeket jellemzően úgy hívja, hogy mazik. Mazik az azt jelenti, hogy kártevő. Kártevőnek hívja a Talmud ezeket a szellemeket, vagy ezeket a lényeket, és több helyen beszél róluk egyébként, és azt mondja egy helyen a Talmud, és akkor itt ezt a témát be is zárom, azt mondja egy helyen a Talmud, hogy az embernek a jobbján több ezer, a bal oldalán pedig több száz ilyen démon van minden percben, tehát hogy ezek itt vannak a térben, az minden oldalunkon több ezer, több száz démon van, és hogyha látnánk őket, hogyha szemünkkel képesek volnánk minket érzékelni, akkor úgy megijednénk, hogy szörnyet halnánk. Szóval az ijegység az rendkívül nagy lenne rajtunk, hogyha látnánk azt, hogy amikor úgy gondoljuk, hogy egyedül vagyunk a szobában, akkor látnánk, hogy nem vagyunk valójában egyedül. Oké. Nézzük tovább a misnát.
A 20. 5. fejezet 20. misnánál tartottunk. Tegnap átbeszéltük a misna első részét, de van a misnának egy második része. Ez kevés, ez egy kicsit rövidebb, picit egyértelműbb. Itt ragadom meg a szót, látom, hogy itt van velünk Kulcsár Tibor barátom, akivel ma volt szerencsém, Kulcsár Tiborral volt szerencsém ma egy kicsit levelezni, és Tibor egy nagyon komoly egészségügyi problémán esett át, és szeretné, megkért arra, hogy tolmácsoljam köszönetét, hogy ez a tanulókör, ez imádkozott érte, és azt kéri, hogy a jövőben is, és én is kérem, hogy a jövőben is imádkozzunk Tibor egészségéért. Biztos vagyok benne, hogy a Teremtő, hogy minden jóra fog fordulni, és Isten adjon neked, Tibor barátom, gyógyulást, és mielőbbi felépülést, teljes felépülést, és várunk vissza, akármi is történjen, akár mikor is, mi várunk vissza téged itt ebben a tanulókörben is, és aztán remélem, hogy egyszer majd személyesen is, egyszer majd meg fogjuk ismerni egymást. Oké. Okay. A 20. misna azt mondta, hogy Júda ben téma omer, heviás kanamer, kákanes racka cviki borkári, lá szotre cona vihásabasamáim, azt mondja Júda ben téma, hogy legyél bátor, mint a párduc, könnyű, mint a sas, és gyors, mint a szarvas, illetve erős, mint az oroszlán, hogyha arról van szó, hogy tegyed meg a mennyei atyád akaratát. Na, arról van szó, hogy Isten, ha Isten szolgálatról van szó, akkor az ember legyen bátor, akkor az ember legyen könnyed, akkor az ember legyen erős, és akkor az ember legyen gyors, hogyha Isten szolgálatról van szó. Most, ugye tegnap erről részletesen beszéltünk, hogy mit jelent az, mit jelent a bátorság, mit jelent az erő, mit jelent a gyorsaság, és mit jelent a könnyedség. A misna második része azt mondja, hogy szintén Jehuda ben téma omer, huhaja omer, ezt is szintén Jehuda ben téma szokta volt mondani. Ugye itt is felé van a figyelmet, ezt korábban beszéltük, mindig amikor a misna azt a kifejezést használja, hogy huhája omer, az ő szokta volt mondani. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy ez a rabbi kijelentett valamit, hogy ez a rabbi mondott valamit, hanem arról is van szó, hogy ez volt az ő arszpoetikája, ez volt az ő világlátása. Huhája omer, az panim legeinom, ha valaki szemtelen, az a pokorra való, boset panim leganéden, ha valaki viszont megszégyenül, az egyenesen a mennyországba kerül, az egyenesen a Gan Édenbe kerül, az Édenkertbe kerül. Oké, akkor nézzük meg ezt a gondolatot. Nézzük meg ezt a gondolatot részesen. A Talmud azt mondja egy helyen, nem lesz nagyon hosszú, de egy tényleg egy rövid gondolat. A Talmud azt mondja, hogy ha valaki megszégyeníti a társát, megszégyeníti a fele barátját nyilvánosan, az olyan, mintha megölte volna, az olyan, mintha megölné. Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy olyan, mintha megölni? És akkor Talmud azt mondja, sőt, a Talmud azt a kifejezést használja, hogy a shfichat damim, az olyan, mintha vérét ontaná. Mit jelent az, hogy olyan, mintha vérét ontaná? Hogy a vérét ontaná? Ugye amikor az ember azt kérdezi ezt, hogy bátor vagyok-e? Hát ezt nem tudom. Innen a szobából könnyen azt mondom, hogy igen. Aztán remélem, hogy ha teremtő szolgálatára van szó, akkor azt gondolom, hogy bátor vagyok, igen. Ha teremtő szolgálatára van szó, akkor azt gondolom, hogy bátor vagyok. Oké. Okay. Szóval, mit jelent az, hogy a Talmud azt mondja, hogy ha valakit megszégyenítesz nyilvánosan, az olyan, mintha a vérét ontanád, hogy amikor valaki megszégyenül, akkor először elvörösödik, az arca megtelik vérrel, a feje megtelik vérrel, elvörösödik, majd aztán hirtelen elfehéredik. Ez olyan, mint a vérontás. Egyszer betódul a fejébe a vér, aztán kitódul a fejéből a vér. Ha valakit megszégyenül, ez nyilvánosan, az felér egy gyilkossággal, a Talmud véleménye szerint. Ez felér egy gyilkossággal. Nincs az a, itt van Jéger Laci barátom, szeretettel köszöntöm Erikát, Sándor, természetesen Zsuzsát, jó estét kívánok. Azt írja Ás Laci, hogy a régen a fedetlen fejjel való közlekedési szemtelenségnek tartották. Ugye a fejfedő viseléséről is írtam, ha jól emlékszem, egy blogbejegyzést, a kipának a szokásáról, ami ugye nem egy tórai előírás, sőt, még csak nem is egy rabbinikus előírás, hanem inkább egy szokás, a fedetlen fő Isten félelmet jelent, és valóban megszégyenítés, hogyha az ember fedetlen fővel van. De most maradjunk az eredeti témánál, és hogyha valakinek tehát kimegy az arcából a vér, az olyan, mintha vért ontana, az felér egy gyilkossággal. Kiillu, majdnem olyan, mint egy gyilkosság. Persze nem egy igazi gyilkosság, nem egy olyan gyilkosság, ami számon kérhető egy földi bíróság által, de egy olyan gyilkosság, ami számon kérhető az égi bíróság által.
a földi bíróság, a Beit Din, a rabbinikus bíróság nem fog senki, nem fog egy téged egy megszégyenítésért elítélni, de a teremtő előtt, a teremtő trónszék előtt, a teremtő trónja előtt bizony elítélnek téged akkor is, hogyha megszégyenítettél valakit nyilvánosan. Anita, Molnár Anita azt írja, hogy lélekgyilkosság, vagy karaktergyilkosság. Ugye ezt is szoktuk mondani, karaktergyilkosság. És valóban itt egy nyilvános megszégyenítés, az felér egy karaktergyilkossággal. És az ember sokszor egy poén, egy jó vicc kedvéért képes másokat megszégyeníteni, és az még hagyján, hogyha vicc kedvéért, mert ott legalább, ha másiknak van valami humorérzéke, vagy hogyha a többieknek van valami humorérzéke, akkor legalább talán esetleg nem veszik komolyan. De hogyha valaki ténylegesen megsérti a másikat, ha ténylegesen nyilvánosan megszégyeníti, azt írja Jórudit konkrétan bekopizza a héber szöveget, és azt mondja, kola malbim pnecha vero berámim, kilu sofertamim. Mindenki, aki megszégyeníti a másokat nyilvánosan, az olyan, mintha vért ontana. Nagyon, nagyon érdekes gondolat egyébként, és szerintem forradalmi gondolat a Talmud bölcsei részéről. A vérontás nem csak fizikai, van rosszabb a halálnál. Ez a gondolat lényege, az én meglátásom szerint. Az én meglátásom szerint ennek az üzenetnek az egyik lényege az, hogy van rosszabb, mint a halál. A nyilvános megszégyenülés, az rosszabb a halálnál is. Mert a halál, az csak egy fizikai halál. A halálban mi történik? A test visszamegy onnan, ahonnan jött, a lélek is visszamegy onnan, ahonnan jött. A lelkek országába, az örök életbe. De a nyilvános megszégyenülés után még itt kell flangáljál a földön, még itt kell éljél ezen a világon. Viselve a megszégyenülés bélyegét. Hordod magaddal a megszégyenülés bélyegét minden percben. Azt mondja, ezért mondja Yehuda ben Teima, azt mondja, ászpanim legeheinam, ha valaki szemtelen, ha valaki nyilvánosan megszégyenít valakit, az a pokorra való, ugyanakkor boset panim legeheinam. Az, akit megszégyenítenek, az egyenesen megy az édenkertbe. Csak úgy, mint a halál, megszabadítja az embereket bizonyos bűneiktől, megváltást nyújt bizonyos bűneik után, ugyanúgy a nyilvános megszégyenülés bűnbánatot vagy engesztelést nyújthat bizonyos bűneid után. Ezért egyenesen az édenkertbe mész. Írja Laci említít, Ás Laci említít, Kamca és Bár Kamca esetét, ugye erről talán, ha jól emlékszem, akkor Tisza B'Av előtt beszéltünk, nem olyan régen, talán a nyáron valamikor. Ugye Kamca és Bár Kamca története, ugye az egyik, aki megszégyenítette a másikat nyilvánosan, és emiatt rombolódott le a jeruzsálemi szentély. A rabik mindig minden katasztrófa, minden minden öröm, ugyanúgy a negatív és a pozitív események mögött nem feltétlenül az egyértelmű okot keresik, hanem mindig keresik a mélyen rejlő spirituális okot. A Talmud bölcsei, a rabbik sokkal jobban ismerték az emberi lelket, és sokkal jobban ismerték az emberi pszichét, és sokkal jobban tudták azt, hogy a világ miként működik, semmint hogy elvakuljanak a közvetlen okozat által. És tudták pontosan, hogy a dolgok oka az sokkal mélyebben keresendő, mint sem az egyértelműen látszik. Ez amíg Kamcára és Bár Kamcára vonatkozik. Most ha megengeditek, akkor nem megyek végig az egész történeten. De hogyha valaki megszégyeníti a másikat nyilvánosan, akkor ő a pokorra kerül, és hogyha valaki nyilvánosan megszégyenül, akkor pedig egyenesen az édenkertbe kerül. Ugyanis nincsen annál veszélyesebb, nincsen annál bántóbb, nincsen annál, mi a jó kifejezés, nincsen annál tragikusabb dolog a világon, mint amikor az ember nyilvánosan megszégyenül. Neked is Erev Tov, kedves Kati, Kovács Kati. És itt most eszembe jut az, hogy azt is érdemes megemlíteni, erről már korábban beszéltünk, hogy a zsidóságnak mi a véleménye arról, vagy mit gondol a zsidóság arról, hogy mit jelent a pokol tüze.
hogy amikor a lélek távozik a testből, amikor az ember meghal, és a lelke visszamegy a lelkek országába, ha és amennyiben ez a lélek ezen a világon bepiszkolódott az a bűnök által, akkor meg kell tisztuljon. Ez a tisztítási folyam, ez a tisztító folyamat, ez amit úgy hív a zsidó filozófia, ez amit úgy hív a zsidó tudomány, hogy a pokol. A pokolnak a tüzében tisztul meg a lélek az evilági bűneitől, hogy visszatérhessen a lelkek országába tisztán és érintetlenül. Most, mi az a pokol tüze? A lélek az nem egy fizikai entitás, a lélek az nem égeti semmiféle tűz, nem érez hőt. Mit jelent tehát a pokol tüze? Nem úgy kell elképzelni, hogy egy üstben, mint ahogy Dante ír egy üstben, a sátán keveri ott az üstben a lelkeket. Nem így kell elképzelni a poklot, hanem a pokol tüze az nem más, mint a szégyen, amit érzünk az evilágon elkövetett bűneink miatt. Az evilágon elképzett, a legégetőbb, na most, ha a legégetőbb tűz, ha a tűz, ami meg tudja tisztítani a lelket a bűnöktől, az a szégyennek a tüze, az a melegség, az a hő, amit érzünk, amit érez az ember lelke, amikor megszégyenül, ha ez képes arra, hogy megtisztítsa a lelket az evilági bűnöktől, és tisztán térjen vissza a mennyországba, akkor ez bizonyára egy olyan tűz, ami az embert elpusztítani is képes, ami a lelket elpusztítani is képes, legalább valamilyen mértékben. És erre mondja a Talmud, hogy aki megszégyeníti fele barátját nyilvánosan, az olyan, mintha vért ontana. Nem igazából ontja a vért ugyan, de olyan, mintha vért ontana. Mert a szégyen tüze égeti a lelkét. És ez az égetés, ez a tűz, ez elkíséri őt azután is, miután már nincs abban a társaságban, és már elmúlt minden. Sok éveken keresztül. Ugye valaki megszégyenít téged nyilvánosan, majd azután évekkel később találkozol, aki abban benne volt abban a társaságban, aki előtt ez történt, és még mindig kellemetlenül érzed magad. Sokáig ciperi az ember magával ezt a terhet. István kérdezi, hogy hol van a mennyország. A mennyország nem egy fizikai hely. Ez a világ, ez egy fizikai hely. A lelkek dimenzió, ez nem egy fizikai dimenzió, ez egy párhuzamos realitás. Egy párhuzamos dimenzió a mostani realitással párhuzamosan. És a lelkek valósága, a lelkek országa, Olam HaNeshamot, ahogy héberül hívják, a lelkek világa, az egy spirituális dimenzió. Azt írja Ácslac, hogy ebben a katolikus felfogásban a purgatórium, az iszlámon pedig a rá felel meg. Igen, a purgatórium az tulajdonképpen egy, ha jól értem, a purgatórium is valami ilyesmit jelent, hogy valami tisztító tűz. Ugye a zsidó felfogás szerint a pokol, nem, vagy ez a tisztító folyamat, ez nem tarthat tovább, mint 12 hónap. Még ha a lélek nagyon bűnös is, akkor is csak 12 hónapig tarthat ez a tisztító folyamat. Ezért van az, hogy a kádis imát, amit elhunyt szeretteink után mondunk, ez csak 11 hónapig mondjuk. Mert ezzel segítjük, a kádis imá elmondásával segítjük, hogy a lélek, ugye próbálunk az ő nevében érdemeket csinálni ezen a földön, ő már nem tud érdemeket csinálni, mi próbálunk az ő nevében érdemeket csinálni ezen a földön, hogy segítsük a lelkének a tisztulását és a felemelkedését. Ezért nem 12 hónapig mondjuk a kádist, mert senkiről nem feltételezzük azt, hogy olyan bűnös volna a lelke, hogy 12 hónapig van szüksége arra, hogy segítsük a felemelkedését, ezért csak 11 hónapig mondunk kádist. De a pokol maximális folyamata, ez a tisztító folyamat maximálisan 12 hónapig tarthat. Majd utána Jehuda ben Téma hozzátesz egy nagyon ismert mondatot, és ez ismert mondat úgy hangzik: Hiratzom milfa necha, Adonai Eloheinu velohei avoteinu, Seibane beit hamigdash bimheira beyameinu vetenchel keinu betorateha. Legyen akaratod szerint örökkévaló Istenünk, atyáink Istene, hogy felépüljön a szentély mi hamarabb napjainkban, és ad részünket a Tórában. Ugye ez a mondat, amit Jehuda ben Téma mond, ez számos helyen megjelenik a zsidó liturgiában, ez része a mindennapi imádságainknak, az Amidát, az állóimádnak az a legvégső mondata, vagy Amida utáni legvégső mondata, amit mondunk, az Elzi Hiratzon Mifa Neha, Semelo Kénu, Velo Keavo Ténu, legyen akaratod szerint örökkévaló Istenünk, atyáink Istene, hogy felépüljön a szentélyiség, Bánebét a Migdás, Bimhérábé a Ménu, mi hamarabb napjainkban, be Tenechel Kénu, be Torá Teha, és ad részünket a Tórában. Ugye a gondolat az az emögött, mindannyian várjuk, hogy eljöjjön a Messiás, hogy megszabaduljunk az evilági terhektől,
és végre felépüljön a jeruzsálemi szentély ismét, és ahogy a proféta mondja, Maleha Arec Deat Hashem, Kimaim Ayami Mihasin, hogy megteljen a föld az örökkévaló Isten tudatával, úgy, ahogy a tenger fenekét borítja a víz, úgy megteljen a világ Isten tudattal. Ugye mit jelent, amikor a proféta azt mondja, hogy úgy teljen meg a világ Isten tudattal, mint ahogy a tenger medrét borítja a víz? Ha az ember kimegy a tengerpartra és ránéz a tengerre, akkor hullámokat lát, és látja a tengernek a felszínét, és el se tudja képzelni, hogy a felszín alatt egy komplett világ van, egy bőséges, egy gazdag flóra és fauna van a tenger felszín alatt. Azt gondoljuk, hogy itt minden csak itt a felszínen történik ezen a világon, de a víz alatt egy nagyon bonyolult világ van. Ugyanígy az ember ezen a világon nem tudja, ahogy az előbb valaki kérdezte, hogy hol van a mennyország, István kérdezte, hogy hol van a mennyország, és azt mondtam, hogy párhuzamos dimenziókban, az ember úgy tekint erre a valóságra, úgy, mint ahogy az ember tekint a tenger felszínére. Nem is tudja, hogy ezeken a realitásokon túl, amiket látunk és érzünk az érzékszerveinkkel, ezeken a realitásokon túl más valóságok is vannak. Vannak párhuzamos realitások, vannak más dimenziók. Föl se fogjuk. Majd ha eljön a Mesiás, akkor Isten meg fel fogja nyitni a szemünket, és látni fogjuk ezeket a párhuzamos realitásokat, ezeket a párhuzamos valóságokat, csak úgy, mint hogyha lebuknánk egy buvárszemüvegen a tengerbe, a tenger a felszín alá, és látnánk, hogy milyen gazdag élővilág van, milyen csodálatos világ van a tenger alatt. Ugyanúgy fogjuk látni, akkor eljön a Mesiás, hogy milyen párhuzamos dimenziók vannak még ezen a világon. Kedves barátaim, holnap innen fogjuk folytatni. Elnézést, hogy már ez egy kicsit rövidebb beszélgetés, de nem baj. Holnap innen fogjuk folytatni, várlak benneteket sok szeretettel. Szerda lesz holnap, és tovább folytatjuk a misnát, a 21. misnától. Ha van kinek, bárkinek kérdés, akkor kérem külön message-be, külön ilyen üzenetbe küldj el itt a Facebook oldalon, és akkor nem fog elkalódni. Köszönöm szépen, hogy ilyen sokan ma is itt voltatok. Várlak benneteket, addig is olvassátok a lekvar.gem.blog.hu-t. Ha jól tudom, akkor éppen kint van az Index címoldalán is, írtam arról, mert hogy meghalt ugye múlt hét péntek este Ruth Bader Ginsburg, aki az Egyesült Államok 9 alkotmánybírója közül volt az egyik, a legfelsőbb alkotmánybíróságnak volt az egyik bírója, és 87 évesen vagy 84 évesen halt meg, egyébként történetesen zsidó származású volt, zsidó öntudatú néni volt egyébként, nem volt vallásos, vagy ilyesmi, és a politikájával egyáltalán nem értek egyet, semmilyen tekintetben, de mégis egy különleges nő volt, és ezzel kapcsolatban ihletett meg az, vagy akartam megnézni azt, hogy néztem utána annak, hogy mit mond a rabbinikus hagyomány arról, hogy mi van, hogyha valaki Rosh Hashanah-kor, azaz a zsidó újévkor hal meg, vagy mi van, hogyha valaki pénteken hal meg, vagy mi van, hogyha valaki a születésnapján hal meg. Holnap pedig Isten segítségével arról fogok írni, hogyha a teremtő is úgy akarja, hogy mi van akkor, hogyha valaki különleges napokon születik. Mint például mi van akkor, hogyha valaki a Tuna Judittól kaptam, kedves barátomtól, Tuna Judittól kaptam ezt az ötletet, hogy írjak arról, hogy mi van, hogyha valaki például szombaton vagy valamilyen ünnepen születik, például sabátkor, előre annyit elárulok, hogy van egy ilyen nagyon szép zsidó szokás, hogy olyan valaki, ha fiú gyerek születik sabátkor, akkor az sabtájnak hívják. A sabtáj ez egy nagyon szép név, ami benne tartalmaz a sabát szót is, és a sabtáj nevet szokták adni olyanoknak, akik szombaton születnek, de erről majd akkor részletesebben holnap a blogon írok, Isten segítségével. Mindenkinek köszönöm a figyelmet, szép estét, köszönöm szépen, sziasztok!